A korábbi években a lakásbiztosítási szerződés csak az évfordulóhoz kötve lehetett felmondani, idén először van arra lehetőség, hogy márciusban rendkívüli kampány időszakban is felmondható a határozatlan idejű szerződés, ami vonatkozhat ingóságra és ingatlanra is, de még a hitelfedezeti szerződéseken is lehet változtatni. Mintegy 3,3 millió lakásbiztosítási szerződés van jelenleg a piacon, és hát a különböző várakozások alapján akár több százezer is felmondhatja. Illetve hát talán nem ez a legjobb szó, és nem is ezt használnám, hanem újra köthetik a szerződéseket. Hiszen a legfontosabb a biztosítók számára az, hogy mindenképpen rendelkezzünk egy lakásbiztosítási szerződéssel a legfőbb vagyontárgyunk védelme érdekében. Lambert Gábor hozzátette, azt gondolják, hogy a fokozott kampánynak köszönhetően a jelenlegi 72%-nál is többen kötnek szerződést. Erre azért is van meg a remény, mert most körülbelül 1 millióan nem rendelkeznek lakásbiztosítási szerződéssel, pedig minden tulajdonosnak hasznos lenne. Vannak olyanok, akik évekkel korábban megkötötték a szerződést, de az ingatlanjuk már esetleg alul biztosítottá vált. Ez azt jelenti, hogy a szerződésben rögzített biztosítási összeg, ami a kártérítés felső határa, már nem fedezni egy helyreállítás vagy újrabeszerzés költségeit. Éppen ezért mindenkinek érdemes átgondolni azt, hogy a jelenlegi környezetben a korábban megkötött szerződése megfelelő védelmet jelente a különböző veszélytípusokra, különböző károkra, és adott esetben akár a jelenlegi biztosítójánál újra kötni a szerződését, akár pedig egy másik biztosítót választani, hogyha kedvezőbb ajánlatot talál a piacon. A kommunikációs vezető hangsúlyozza, a legfontosabb, hogy aki még nem rendelkezik szerződéssel, gondoskodjon a legfőbb vagyontárgya védelméről. Aki pedig rendelkezik vele, azt gondolja át, hogy a jelenlegi szerződése megfelelő védelmet nyújt-e. A széles termékkínálat áttekintéséhez érdemes egy biztosítás közvetítő, Alkusz segítségét igénybe venni. Ha újra szeretnénk kötni a jelenlegi szerződést, akkor mindenképpen írásban kell megtenni a felmondást, és online vagy postai úton eljuttatni a biztosítót.